Sziasztok, Pukli Zöly vagyok, Webdesign Z. Ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy tudtok nagyon gyorsan egy minimum 600 szavas blogbejegyzést készíteni. Előjáróban viszont elmondanám azt, hogy erre az eszközre úgy tekintsetek, illetve tulajdonképpen ez bármelyik mesterséges intelligenciára igaz, ami tartalma, tartalomgyártásra készült, hogy egy kiegészítőként gondoljatok rá. Segít nektek a tartalomgyártásban, azonban az összes, amit próbáltam, Uh, egy hibába beleesik, illetve egy hibát elkövet, hogy gátlástalanul blöfföl. Tehát, hogyha adatokról beszélgetünk, és uh, tényekről, akkor sokszor mellélőnek, illetve blöffölnek, tehát nagyon figyeljetek arra, hogy ezeket javítsátok. Viszont, hogyha neked tartalmat kell csinálnod, legyen az social media tartalom, vagy uh, blogbejegyzések, akkor óriási segítség tud lenni, majd mindjárt megmutatom, hogy miért, hiszen magában, a folyamatban tud segíteni, és hogyha mondjuk a, a, mesterséges intelligenciával megíratsz egy blogbejegyzést, hogyha azt át is fogalmazod, át is írod, kiegészíted a saját gondolataiddal, már iszonyatos mennyiségű időt spóroltál. Na, az első dolog, amit meg szeretnék mutatni, az, hogy miután bejelentkeztetek a Jasper felületére, ugye mi most ezt fogjuk használni, attól függően, hogy milyen nyelven szeretnétek vele tartalmat iratni, az alapértelmezést át kell állítani. Nos, hol találjátok ezt? Baloldalon alul van egy olyan, hogy settings, és itt ezen belül van egy olyan, hogy integration. És az integration van egy olyan uh, alul, hogy uh, az input language és az output language. Az input language ugye az a beviteli nyelv, magyarul uh, illetve hát most ez hülye ki, de hogy magyarul írod be neki a parancsokat, illetve magyarul adod meg neki azt, hogy miről szeretnél iratni vele, illetve az output language az jelen esetben magyar, hiszen itt most a magyar nyelven szeretném nektek ezt megmutatni, de ki tudjátok választani ezeket a nyelveket, és a lényeg az, hogy tökéletesen működik. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy a beviteli nyelv magyar, amilyen nyelven szeretném, az legyen bármely más nyelv, a Angolból külön a, a british és az amerikai uh, slanget bele tudja venni. De van itt uh, mindenféle egyéb nyelv is, nyugodtan próbáljátok. Én azt gondolom, hogy uh, ha valami magyarul működik, és tulajdonképpen egészen jól működik, akkor, 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 a többi nyelveken is megy. Angolul próbáltuk, angolul tökéletes, ott is azonban a tényekre oda kell figyelni, és ez igaz magyarul is. Na, menjünk vissza akkor, és akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk csinálni egy blogbejegyzést első körben. Visszamegyünk, kiválasztjuk a templéteket, és itt a dokumentumokba megyünk. És ezt tehát tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítették ezt az egészet, mert ennél azért kicsit bonyolultabb volt mondjuk a tavaly évben, ez most már egy nagyon straightforward. Na, a következő, a workflow-t ki, és akkor itt, amire én megyek, illetve amit én szoktam kezdeni, az a blogpost starter, start from workflow, csinál nekünk egy új dokumentumot. És miért kezdjük ezzel? Azért kezdjük ezzel, mert a címet én itt szeretem legeneráltatni bele. Tehát írassunk egy cikket mondjuk a napelemekről. Napelemek jövője. Rákattintunk a generator -et. itt most három uh, kimenetet fognunk csinálni. Uh, hát az első az egy... Hmm, nem olyan rossz mégset, csak gyorsan uh, átmentem rajta. A napenergia megújul energia jövője, napenergia meg... ez ugyanaz, Uh, hogyha nem tetszik, akkor, akkor át tudjuk írni, tehát kérünk 5 kimenetet és generáltassuk újra, itt nyilván többet, tehát hosszabb meg, uh, leírás meg tudunk neki adni, akkor uh, több információt fog behúzni és akkor kreatívabb tud lenni bár én azt mondanám, hogy ez sem olyan rossz. A napenergia a megújuló energia következő hulláma, mondjuk használjuk ezt, kimásoljuk és akkor most itt bal oldalon visszamegyünk a blogpostra. És most már megvan a címünk, ezt be ö, copy ide a blogpost intro paragrafhoz. Az audience az tulajdonképpen az a közönség, akinek ez a bejegyzés fog szólni. Tehát ezt neked kell tudni, hogy éppen ez a tartalom a te közönséged, tehát milyen közönségnek fogod ezt a tartalmat gyártani. Tone of voice, casual, az egy teljesen rendben van, egyébként itt megadhattok bármit, lehet professional, lehet vicces, vagy amit még nagyon jól tud csinálni, hogyha van egy olyan ember, akinek ti szerettek a stílusát, mondjuk példaként mondjuk Elon Musk, ugye neki elég sok tweetje és elég sok írott anyaga van fönt az interneten, ami elérhető, akkor tudja ezt a stílust utánozni. Most én jelen esetben nem fogom ezt beírni, hiszen nem akarok ezzel szórakozni, de gyakorlatilag ez a lényeg, ennek rákattintunk a generate és fog nekünk ide csinálni egy bevezető paragrafust. Ha tetszik, be lehet húzni, <coughs> illetve ha nem tetszik, azt lehet még csinálni, hogy ezt kikopi pésztelitek, beteszitek egy vördös doksiba, és újra generáltatjátok. Most én nem akarom ezt megcsinálni, azt akarom megmutatni, hogy milyen gyorsan tudunk ezzel haladni. Következő az az, hogy csinál nekünk egy outline-t. Gyakorlatilag fog nekünk készíteni alcímeket. Ha ezek tetszenek, most én mondom, nem csinálok semmit, ilyenkor mi történik? Ezeket a címeket egyesével be fogja nekünk tenni a paragrafus generátorba. Itt még megadhatsz neki szavakat, az informatív teljesen jó ebben az esetben, és rákattintunk a generátorra. Mi történik? Csinál nekünk egy bekezdést egy darab uh, alcímmel együtt. Oké. Okay. Etette. Ezt a doksit egyébként így ahogy van, le tudjátok majd tölteni a linken a videó alatt. Így akkor el tudjátok olvasni, csak azt akarom megmutatni, hogy milyen gyorsan megy ez. Oké, okay. következő. Nyilván vannak benne elé sikerült információk, most ezen nem fogok végmenni, hiszen ennek nem a célja, ezzel csak azt akarom demonstrálni, hogy milyen gyorsan lehet ezzel tényleg haladni. Következő. Ugye itt 6 darab alcímet javasolt nekünk, és 6 darab paragrafust fog írni, illetve bekezdést fog nekünk gyártani. De hogy itt tartunk, jelenleg, és... mindjárt kész is vagyunk. És a végén eljutunk oda, hogy egy blog post conclusion bekezdést csináljon, ez gyakorlatilag ír nekünk egy, egy lezárást. Ebben biztos, hogy vannak hülyeségek, amiket írtak, de a lényeg, hogy ennyi idő alatt csinált nekünk egy 758 szavas bejegyzést a napenergia jövőjéről. Most az, hogy mennyire jó vagy nem jó ez a tartalom, ez döntsétek el ti, nézzétek meg, töltsétek le, és olvassátok el, ez alapján el tudjátok dönteni. Ha érdekel és tetszik nektek, akkor a linken, amit szintén a bejegyzésben találtok, tudtok, tudjátok aktiválni az 5 napos és 10 ezer szóvas próbaidőszakot. Arra figyeljetek oda, hogy ha nem tetszik, vagy mégsem akarjátok használni, akkor állítsátok le. A, az előfizetést. Ennyi lett volna, amit szerettem volna megmutatni. Bukkli Zoli voltam, sziasztok!